Srácok, hosszú ível, ready! Az. Feltar ide. Azt a kurva! Hú, ez a T3, ez... Good luck, Kepam! Hajjá! Papi, majd benyomsz egy streamet, ha? Vagy te most versenyző vagy? Most igen. Még Miami-ban. Utána majd lövök egyet. Mondanám, hogy hívd be, de inkább rá kell lüggözzek. Nem tudom, hogy tudtok olyan időt menni. Okay, szerintem ebben még mindkettőnknek sok hiba van most. Köszi. Mocó, gyorsan úgy. Hogy csináljátok a T3-at, hogy nem úsztok meg, vagy megúsztok? Am. Pályán még? 5-ös félgáz, meg 5-ös padló, vagy valahogy fel kell váltani ott, arra emlékszem. Kecsi, ezt mennyivel jobban veszi, mint én. Nem, ez Form 1. Miami, tudod. Ja, én most itt izéről beszélek. Ausztria. Ja, nem. Nem. Én mindig keresztbe állok. Ó, geci! Hibázott. Last lap. Pretty much empty.
Dobízd ki! Megijedtem. Azért. Na, majdnem ráthúztam amúgy. Harmadik lesz-e így. Bár, hogyha pályán belül tudom tartani. Amúgy most nekem egész rendesen elkapott a gumi. Ajaj! De basszat, meg elbízom! Nem történt semmi. A 47 kör ez pont jó volt. Vagy 47 liter. Nekem 45 volt. Jó, én nem annyira számoltam ki, mint te. Szeretem, hogyha van egy kis plusz tartalék. Nek az előző versenyből mi? Ja. Jövök egy AMG-vel. Kipróbáljuk azt is. Van még két tesztfutam, nem? Ja. Tudok csatlakozni. Racsa van. Nem, most már praktisz, akkor nem ér. Robi, ezt te vagy mögöttem? Vagy ez másik asztal? Ja, igen. Te vagy mögöttem? Aha. Na, én annál kanyárnál mindig elbasszom. És mindig itt keresztbe állok. Szóval jött kell ellen kormányoznom, hogy csak meg. Mely hányosban mi? Kettesbe, de úgy, hogy gázsa adok neki. Nem... Csak elpudlok a kanyar közepén, és így megúszik. Ja. Ugye a pályán mennyi? Ajaj. Hol van a pálya? Megvan, nyugi. Megmelegítettem a gumikat. Az jó. Pont olyan pálya, ahol nem kicsit, kéne. Kicsit a első szárnyat megtörtem, hát most... Szép ez a Merci amúgy. Jó, meg lett csinálva. Jól néz ki nagyon. A Corvette-nek iszonyat módon csúszik a hátulja, bazdmeg. Azzal nem tudom, mi van az az autóval. Kilőknek. Mentem,
Amerikai, az a baj. Nem olyan lassú az az aszton. Ó, geci! Mindig azt hiszem elfordul, de sose fordul el. Merre vagytok a pályán amúgy? Második szektor, kanyargó? Vége. Most kezdjük a harmadikat. Meg gondoltam bevárlak titeket, de akkor itt vagyok igazából mögöttetek. Csak egy fél szektorral lemaradva. Nem vittes amúgy, mert olyan hülyén matok. Tudom. Azért olyan vicces volt, hogy beraktam valaki, mert az inkább korábban fékezett, csak menjek el. Nem várjuk meg sikrot. Úgy is utolért. Végül is. Egyszer biztos, nem? Csak nem biztos, hogy eddig megyünk a pályán. Ja. Á, padlózom, mert... Azt a kurva sipu milyen kör? Ja, az Robi csinálta. Akkor se azt a kurva Robi milyen kör? Melyik? Ez az 1.50. Ja, hát mert mellett a bizonyítom, mentem. Ez biztos erősebb ez a Merci, mint a izé a BMW, mert a BMW-nél, amikor egymás mellett gyorsultunk ki, akkor ott hagytál egy idő után. Igen. Ott. Nem baj. Mi se történt? Ja. Ember, most jöttem ki a templomban. Nagyon itt. Vicces. Ez nem a safety káros amúgy? Nem, ne, ja, gondolod, hogy izé, sima Black Series Mercivel izé, ott hagyom a GT azt onnan. Aha. Kemény is lenne. Tehát, mint a GTA-ba. Ja. Yeah. Rendőr autó. Te belementél a falba. A szerverem fent van mindenki? Mert kiírt, hogy 2 percre leállítják. Ja? Azért, mert nekem a sipu így megfogta, azt így elúszi a boxba, így eltűnt. Hát én így vezetek. Nem tudtad. Én így szoktam vezetni. Ja, ezt nem tudtam. Gondolok egyet, falba megyek, ilyenek. Vittes volt. Ez a sok fékelés, bazd meg. Csipu, a deep power az mennyi lehet? Én 50-en nyomom. Igen. De azért, mert amikor a Mercibe volt, akkor 70-re fő kellett csapnom. Micsoda? 70-re fő kellett csapnom, hogy meg tudjálok úgy előzni egyenesbe. Aztonna. Mit kezdtél fele? A differenciál?
Hát itt Div Power. Hát szerintem az egyenesben nem sör, ez nem számít. Ha. Ez a kigyorsításon fog csak számítani. Csak állam recsek. Néha szokott szar lenni a Discordom. Mindjárt megoldom. Szokták mondani is hogy néha átmenj ilyen recsegőbe. Na, abba ment át, de... Most jó? Aha. Meg nem léptet ebben, nem? Mindegy, azért biztos, ami biztos. Meg nem látom, hogy lenne. De van szeró, van szeró. Jöttünk cigire. Jó, öreg volt másféle cigi. Nem tudom, bazd meg, milyen autóval menjek. Az Aston is menő. Amúgy az M8 is, csak be kéne tudnom állítani. Ha lenne Bentley, akkor egyértelmű lenne. Ott 30 kon lesz. Láttam, láttam. Vendik. Na, visszaállítják a gumikopárt is. Aha, az szerintem kelleni fog, mert ez... Hát ez tizé, bazd meg ezt a 60 percet végig tolnám egy gumival így. Az biztos. Ja. De még így is lehet, hogy izé... Lehetne. Hogy majd kell neki mondani, hogy lehet, hogy ez izé háromszorosan vagy két és félszorosan lesz jó. Na, amit én néztem, hogy ilyen köbben egy ilyen... Mit mondjuk, 5% mehetett? Ha. Ja, nekem is passzak, éppen elkezdtem csak látni, tudod, hogy kopik. Uh-huh. Mondjuk azt mondta a Lakatosádi, hogy ő azért ette őket. Mik mondott Ádám? Hogy ő nála többet kapott. Biztos nem jól állította le. A jobban kop... De nem végül is ő jobban kopszatja a gumit F1-be is. Nem. Annyira nem. Nálad... Ja igen, nálad igen. Ja. Meg ő az izét zabálja az üzemanyagot. Azt... Nem, ő nem. De. Én zabálom. Vagy ő zabál? Nem, én zabálom. Ki a kövér? Ja. Nem, Lakatosnak van mindig az, hogy pluszba kell tankolnia, mert... Ja. Elfogy, hamarabb mint nekük. Hargádi, csak nálam lett halkad? Nem. Nem, ezért vacsorát, most jöttem rá, hajtottam a mikrofont. Ja? Ez a Hargádi. Az meg a másik. Egy köcsög, akit már kibannoltak. Amúgy, hát tudod mit nem értek egyedül? Nem sokat mentem azzal 488-al, de az hogy maradhatod bent, ha az összes középmotoros autót azért számíztük? Na? Ez is egy középmotoros autó, nem? Szerintem a GT verzió is középmotoros. Na lehet, hogy túl gyors lett volna. Nem sok elő első motoros van. Hát nem, de tudom, ugye tudom, hogy az autó az, de nem hiszem, hogy a GT változatába átépíteni. Hát van is valami szabályzat, nem? Hogy mennyi betérhet el a GT specifikáció az utcaitól, nem? Vagy szinte biztos vagy benne, hogy egy mot... Nem, van ilyen. Igazából mindegy, annyira nem érdekel a dolog csak. Azért kicsit a szívedre vetted, hogy... Ja, nem, nem. Porsche-t eltüntették. A T3-at azt élesen veszitek? Vagy... Én nem, én szűken. És nem úszik meg az autó? Nem. Opi. Várjál, T3-at. A lefelé a dombról a nagy visszafordító. Nem, a fölfele. Az a T2, nem? Jó, ha rendes kanyarnak nézzük, akkor igen, de amúgy hivatalosan az szerintem... a T3, mert az a törés is egy izének. Ja, tényleg az is kanyar. Mindegy, szóval akkor a T2.
Szélesebben szerintem, ilyen, hogy mondjam, én ott, ahol van az Apex, ott próbálok egyenesen átmenni, mert ott minden, hogyha egy kicsit belekanyarodsz, akkor izé, elúszik. Ha meg szélesen futod... Ja. Opi, 44 tázaddal, vagy hogy? Sikerült megverjen a végén? Láttam. Most is vagyok már 28, 6-os volt az idő, vagy 28-ot. Hallod? Itt a nagyon bazd volt, az ment végig, hogy ne bazd el, ne bazd el, ne bazd el az utolsó kanyarba. Mert 3,40-ben voltam a végén pluszba. Hello? Hello, szia. Oh. Mi van? Atta, az első kollega úr, a Bence. Bence az úgy megy, mint az állat. Jön a torpedó! Mindenki fel. Én valid, miért én valid? Mennem a pályán menti. Te vagy my pálya. Ja. Mennyi enset nyomtok el? Sem ennyi. Három körös. Opinak. Mert érdezben van. Úristen, 32-357 első körben. Sipu, mennyi maradt abba a körödbe? A 29-7-be? Arra gondolsz? Csak 4 tizedet. Hát ami most van. Ja, a mostani bestemre gondolsz. Nem sok maradt, egy 1,2 másodperc kell. Ja. Nem csak 1,2 másodperc. Ja. Hol mentek ti? Red Bullinga. 1,6 másodperc Red Bullinga, nem sok. Ez a füstös. Dehogy nem sok, hát csak poénkodtam. Irónia, irónia. Ja, bocsánat. A gominyomás az nektek mennyi? Nem, ma hittem 20-20-on. Nektek a jobb belső nem növekszik-e? Nem. Jobb belső. Aha. Jobb belső az majdnem végig kideg. Nem nagy szerencse, hogy nincs tétje ennek a versenynek. Smoke srácot úgy kiütöttem. Smoke? Akkor ez az izé? Úgyis Rudolf. Aha. Nem tudom, de úgy kiütöttem szegény. Olyan lassan ment előttem. Meg gyorsítottam ki, az pont fölvágod van a pit manőver. Igen. Nem ismerik. Én tudom milyen az, én kaptam párat. Igen. Szezonban. Olyan szerencse, hogy egyébként nem ér semmit a verseny, mert amúgy, hogyha ér, akkor itt. Jó, nem akkor kaptam, mikor nem ért. Hát tudom. Yeah. Én ismerem. Sziput meg a szerencsétlen helyzeteit. Sőt, lehet, hogy egyszer én is belebaszódtam Sipuba már. Hát ő valaki nincs meg itt. Ja, én is olvastam. Egyszer valamikor biztos, mert arra emlékszem, egyszer volt egy olyan videó, amikor hallottam, hogy Siputa annyit mondani, hogy unor, unor! Igen, tudjátok, én már elég régóta vagyok a ligában ahhoz, hogy szerintem mindenkivel összeakadtam egyszer, de alt már a legtöbbször. S3-ban, amikor ezért lehettél volna a tizedik? Igen, igen. Vagy hát nem veled a legtöbbször, hanem a legrosszabb helyen. A legrosszabb.
Pedig az, az milyen tizedik hely lehetett volna, amikor mindenki segített. Ja. És még be is jutottál volna. Nem baj, hát figyelj, lett egy olyan S4-em, hogy nem csináltam szóval sem. Galaxy S4? Hogy nem jelen volt időm S4-be. Akár mit is csinálni. Ja, amúgy mikor is lett volna, már azt mondták 30-kor indítják, azt meg csak 25 van most is. Ja, lehet, hogy azért. Hú, ez valamit állítottak. Na, let's go, következő pálya. Ricsi, gyere rád, várunk. Egyébként hárman leszünk, az úgy szép lesz, nem? Uh-huh. Mert tegnap is hárman voltak. Mekkora lesz majd forgalomba kimenni ott? Az, az lesz a kihívás része. Ugye én megoldom, hidd el. Azt tudjuk, Hunap. Még azt is megoldom, hogy föltartsak valakit három ember közül. Ha nagyon akarom. Saját magad? Ne. Hallod? Még plusz két köröm lett volna egyébként ebbe, hogyha nem pördülök meg. 18-20 másodpercig csak annyit csináltam, hogy ide-oda, ide-oda, ki jó kis ilyen Y-on forduló. Szerintem is, szerintem idegesített bucura a Lexet, mert az elem kimutolta magát, aztán visszarakta magát tízésüket némán. Hát tudom, hogy idegesítem, de van ilyen. Persze. Csak pont így, felnéztem 10 másodpercen belül kétszer a monitor a bal szélre, és látom, hogy egyszer... Hát de hogyha idegesítem, akkor mondhatja is amúgy. Ja. Főleg úgy, hogy egyébként egész verseny alatt így is úgy is süketítve leszek, tehát... Vagy hát kvalifikáció alatt úgy is süketítve leszek, mert kell figyelni, mert muszáj. Fókusz. Fókusz. Fókusz 100. Na, cső. Innentől ja. Szokott lenni a baj. Geci, ekkora kapufát. Csak lejátszom ezt a Clash Royale-t, amíg elindul be. Jó, nyertem fasz. Pont kimondtam. Mondom, hogy Rocket Match belefér a rajtig. Ne, ilyenkor most csak egy perc, vagy másfél perc van. Ja. Ilyenkor. Amúgy most még izgatottabban várom azt a Backgroundi futamot. Új kocsi, új remények. Még ezt még nem tudom, mi lesz az új kocsi, de... Szia, Siku! Menj csak el nyugodtan, az a lényeg elvileg. Az meg. Jó. Mennyivel lehet menni amúgy? 120. Ja. De belassultam. Mi a lényeg amúgy? Mit mondtál? Hát, hogy előre engedjük itt, vagy olyasmi volt beszélve. Ja, lassul. Előre engedünk mindenkit. Hát gondolom az nem árt, hogyha meglátjuk, hogy mennyire normálisan lehet most versenyezni egymással, tudod? Jó, kérdés, mennyire versenyzés leelőzni azt, aki másfél másodperccel lassabb nálad? Na, ez gonosz volt. De most elsősorban nem rád gondoltam. Nem. Hogy nem rátok. Rám is gondoltam. Hát inkább a... ott a... többi srácra előrébb. Mert még most pont Robi van legelő, úgyhogy ezt is rosszul mondtam, de mindegy. Védem, mint a fene. Az első helyet, ameddig már nem csúszok. Úgy szokott lenni. Meg ugye a fele ki fog megint esni előlünk szerintem. Az is lehet.
Benne van. Az előbbi is az volt. Az előbbi is az volt. Megelőztem összesen két ember talán, hátulról. Melletted is akkor mentem el, amikor elfékezted. Ja. Jaj. Ajaj, hát mi volt ott hátul? Ha megmelegítettem a gumit, nyugodj meg. Gyere csak nyugodtan, Ádi, szerintem. Valaki lemaradt. Ja, valaki. Kicsit lemaradt. Ez baj. Ó, bazve, vannak bajok. Jaj, ne haragudjatok, geci! Én az agyhalott, bazd meg! Beestem oda, mint a buzi. Abba az első kanyarba. De most nem laggolok amúgy. Valamit csinálok. Jó neked, 530-as ping. Nekem most 55 amúgy. Most normalizálódott. Az a vicc, hogy én nem tudom, mi történik, mert egyszer 200 méterrel vannak előttem, utána meg 100-zal vannak mögöttem, majdnem, hogy... Megyünk az egyenesbe, egyszer rájuk érek úgy, hogy majd kilököm őket, utána meg izé... Utána meg visszamennek annyira, hogy majdnem már szélárnyékom sincs tőlük. Ó, nem adom én neked a belső ívet, attól ne félj. De most mivel vagy sőtve? Mert AMG-be. AMG. Te vagy mögöttem, vagy... Ez másik AMG. Nem, az egy másik AMG. Zsebe van mögötted. Ó, Richard! Az igen. Le is mentünk szépen a izére, fűre, vagy a... Gyere a fűre. Kedves Attila, ez biztos, hogy izé valami sokkal magasabb szárnyáláson van. Ja, egyenes véget. Aha. Nagyon sokat kapott az egyenesbe. Egyszerre kezdtünk el kigyorsítani, és én mögötte voltam, és elég előtte vettem be a... De geci! A kanyar. Azt a kurva geci, nem kanyarodik a merci.
Én nem értem, elengedem itt a motódba, az meg. Ja, hogy hogy tud menni? Ja, hallod? Elképesztő, az meg, hogy a teljes alulkormányzátságból hogy úszik el egy pillanat alatt a seggennek az autónak. Ott sem valami nem beállítása van. Igen, valamit nem sikerült beállítani. Valamit nem sikerült beállítani. Varga Laci, ott kakaskodj. Ott az a pozíció a tied. Úgy, csináld. Zsebb egy kicsit kibaszta Varga Lacit. Azt a kurva geci. Engedj már el, bazd meg. Na, megindulok, jövök utánatok. 10 másodpercről kell jönnöm csak. Oké. Okay. Jelte vagy a harmadik? Az mi történt? Nem tudom, hogy baleset volt, vagy izé. Én voltam véletlenül, elmértem féktávot, aztán kibasztam a srácot. Na, hát akkor legalább rátok megérkeztem. Inkább vissza. Jó, ne örülj neki. Ne? Ne. Na, na. Kicsit össze-vissza megy az autód. Igen, kicsit 500-es a pingem. Féktávokat annyira nem vágom. Bazd meg, egyszer kurva gyors vagy hozzám képest, egyszer meg izé. Igen, igen, ugye de ez van velem is, mindenki mással. Vagy? Meg vagyok. Oh. Hát ezt nem akar a geci, hát úgy laggolsz, bazd meg, nem merek alád vágni. És elvileg most is összeértünk. Mennyi? Köszönöm. Amúgy igen, nálam összeértünk. Nekem csak a izé írja ki. Ez a real time tudsz. Igen, nálam a Image Indicator volt. Nálam nem volt Image Indicator. Nálam volt. Szóval én a server info... Én csak a server infóból tudom, hogy összeértünk. Itt ide, de hogy fékezel az 50-es táblán el és fordulsz be? Na de fékez. Nyomom a féket. Meg a kormányt. Ja, fordítom a kormányt. Itt is vigyázzak, majd beugrasz mellém? Imen csak nem. Ó, az mi volt az alak?
Föltartsam neked kedvest? Hát nekem aztán... Mi? Gondolod, hogy utol fog érni? Engem igen. Ja? Tehát akkor magadnak tarts fel, ne nekem. Jaj, nagyon nagy képűek lettünk hirtelen. Hát adtam neki izé. Nem kell feltartani. Hát három, két körülött kapott izé, 4 másodpercet a srác, nem hiszem, hogy utol ér. Az nagyon nagy az a küzdés, azt nagyon jól csináljátok. Ott előttem. Oh. Így, te jössz már. Az baj viszont. Szerintem én idegesítem őt. Zsebe? Kis corner cutting. Megvan az indok, hogy miért ilyen gyors. Amúgy csak lesodródik. Szerintem minden körbe lesodródik a célegyenesbe, szerencsétlen. És abból köp corner cuttingot. Nem jössz el. Nem jössz el? T1-be körülbelül 50 méternél kezdtem el fékezni. Az nem tudom mi volt. Szerintem laggoltál, Robi. Igen. Aha. Én nálam úgy tűnt, hogy laggoltál. Nálam meg volt a falban, Robi. Aha. Azt utána eltűnt. Ja, egyenesen megyek, azt kaptam egy ütést. Basz meg, hol fékezel? Megijedtem. Bocs. Nézem még vissza, van 50 méter a féktávig, azt hiszem, Robi előttem áll a féken. Kicsit elnéztük a táblákat. Aha. Lázok, nem jó kigyorsítani. Robi, a dolg ja, azért szitáztál ennyire? Aha. Ugye, azt a kurva. Próbáltam megfogni, de csúszott össze-vissza. Mit pont Ádám? Majd van, hogy még dobjad vissza neki. Ja, az lesz. Te vagy mögöttem? Aha. Jó. Jól lemaradva, de itt vagyok mögötted. Nem baj. Hát, bassz meg. Az baj, annyira nem vagyok tisztában azzal, hogy miket képes a autó megcsinálni, és miket nem. Amúgy... szörnyű. Tényleg amúgy más vezetni az ormotoros autókat, így a napokban éreztem, hogy benne, ugye csak azokkal tudok most menni. És... ezeket olyan izé szépen meg kell fékezni, bazag a féktáv előtt, és már izé padló lehet kigyorsítani. Tolja az orrát, gázon. Hát, amúgy az Aston nem olyan vészes. A BM, az M8 az kifejezetten... Az Aston az egyik legkönnyebb, amúgy. A BMW az kifejezetten... Az M8 az kifejezetten túlkormányzott volt. A Merci az meg ilyen... Hát, az érdekes. Bennem mindig a... Ez a Forma 1-es ívek vannak meg, hogy ha így elkezdek kigyorsítani nagyjából ekkor, akkor az még bőven elbírja. Aztán mindig a bukótérbe találom magam, hogy ja nem, nem bírt el. Amúgy, ha nagyon viccelni akarok, akkor ha most... Akkor ha valahol, akkor most kibukott, hogy nem használok semmilyen szoftvert arra, hogy gyors legyek. Tudod? Aha.
azzal az első féktávommal. Jó, akkor is tudjuk, hogy csak a sipó most nincs ebben semmi. Beestem, bazd meg, 5 autó közé, Jopi. De ez mi a fasz? Jogi mögötted is ugyanazt csinálta. Ez az első pálya bazag, ahol nem kell semmilyen izé referencia pontot keresnem, hanem olyan magától értetődő, hogy hol kell fékezni. Igen, igen. Ja. Kivéve ott, ahol nem. Azért akartam ezt én is. Még a Bahrain is azzal kezdődött, hogy 10 körig kerestem, hol kell fékezni. És mit nézzek be magamnak, hogy lássam, hogy hol kell fékezni. Most hibázgatsz bele, Robi, vagy... Hibázgatok. Vagy csak visszalassítottál, de jó, oké. Nem vágom ezt sehogy, nem értem. Állj, de fordulj már be! Az igen, ott meg előzted. Aha, elhibázott előtte. Az agresszívan ott izé kívül. Bement a boxba. Aha. Ja, van izéje, drive-thru-ja. Hozzád értem, vagy? Nem, megcsúsztam. Úgyis megcsúsztál, jó? Mi? Ezt... így terveztem. Ez az utolsó kör? Aha. Ja? Yeah. Gyere, állj vissza gyorsan! Gyere! Gyere! Jövök. Ki ez? Nem tudom, de nyomjad neki! Gyere, Robi! Kiütöm neked azt is! Megvan. Vissza akarom adni neked a pozíciót, de nem kell. Nem megy. Aha.
kibaszott? Nem volt helyem. Rázókemen voltam, azt ott kellett fékezni. Opa. Na most már de jobban látszik a gumikopás. Ja, nekem is épp, hogy sárga lett. Ez a futam laggos volt, nem komolyt. Egészen kiváló utolsó kör lett itt. Uff! Pedig olyan szép csata volt. Rátetted a rázókőre? Igen, igen, nagyon. Tehát rá lehet ott tenni egyébként, egy és gyorsabb leszel tőle. Csak nagyon figyelni kell, hogy mennyire rakod rá. Kb. Egy millivel lehettem tovább, mint a határ. Hoppa! Ezt láttad, Robi? Rudi meg telibe vert. Hát igen, mondjuk, hogy nem tudott nagyon mit csinálni, tehát... Igen. De pedig nagyon szépen csatáztunk egyébként. Nem tudom, azt nézte, de... Baha végig. Végig. Kivételesen ez a pálya most úgy... Össze is jött, mondjuk úgy. Á, amúgy a végén... Hallod, a második gyorskörömre, tehát az utolsó gyorsköreimre. Nem tettem új gumit. Rajta maradt a régi gumi. És azért nem tudtam javítani a végén semmit. Kumulú. Valakinél van vízé? Versenyautójára háttérbe. Houston, we have a problem. Valaki az autópályáról jelentkezik be Discordra. Ja. Nézzük meg a Corvette-et is, hát ha az lesz a befutó. A szomában, vagy az ötödik meccsetben az meg overtime-ba kapom ki, szerinted, Sipu? Houston, amúgy még nagyobb problémánk van, én nem tudok sehogy se redizni. Houston, még nagyobb problémánk van. Akkor kivárjátok a fél percet. Jó éjszakát. Jó éjt. Jó éjt. Csá. Már egy kialtabolok a játékból, remélem nem crash-elt be. Ugye jön az ego dumper. Nem, most engedte, hogy redizzek. Ja, mert nálam már indul az izé, a lobby. Nálam is, csak valami 4 másodpercnél tudtam csak redírni, nem engedte végig, mondom, nézem, hogy mi az Istenben. Amúgy, csak Lecsó tud beírni a... Hogy hívjákos táblázatba? Nem. Akkor ez csak úgy kérdésem, majd mikor lesz beírva kb. Az eredmény? Hát... Szerintem még ma bőven. Holnap vagy holnap? Ma? Az de jó. Bőven. Bár nem hiszem, hogy elég jó helyen állok hozzá. Elég szar köröket futottam. Nem tudom,
még mindig a Smoke névből, hogy ki az, de ő nem tölt be nálam, nem tudom, te mit látsz, Hupi. A Kocsis Rudi egyébként. Itt akkor a Kocsis Robi ő nem tölt be. Meg is én úgy látom. Mindjárt megpingelem. Ha-ha-ha-ha! Azt a kurva geci, ez a Corvette, ez úgy dobja el a segét, hogy beszarsz. Igen. Nagyon kemény, ja. Van benne lóulni. Mondták, hogy ehhez meg kell találni a setupot. Vagy ez dobálja. Borbocsák Bence? Fönn van amúgy DT-n? Mennyi Bence van? Van Borbocsák? Borborák? Barborák, ha? Hippu, hallod? Hatodik meccs. És megint overtime-ba bazd meg. Hát ez vagy te. Hát jön overtime-ba srácnak tűnsz. Az. Bazd meg, ez pedig afkol, hát bazd meg, mi van ma a matchmaking-el? Geci. Miben matchmaking ez? Rocket League. Ah. Milyen a faszom ki van ezzel? Ó, jó, nem, jónak tűnik ez a Corvette. Csak meg kell találni. Ja, óvatosan. Ha? Lehet reszetelni kell a lobbit. Ja, ja. Nekem nagyon úgy néz ki, hogy ez így behalt. Ó, bazd meg. Az baj viszont, mert akkor meg indíthatok még egy új felvételt. Ja.